Kerekasztal megbeszélésen vettek részt Kolozsváron a három magyar erdélyi politikai alakulat képviselői és Németh Zsolt, a Budapesti Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. A megbeszélés tárgyát a közös fellépés képezte az autonómia kérdésben, azonban Mihály Tudosszén miniszterelnök ezzel kapcsolatos balszerencsés kijelentése rányomta bélyegét a vitára. A kolozsvári kerekasztal beszélgetésen, amelyet Miller Lajos Magyarország kolozsvári főkonzulja moderált, elhangzott, a magyar kormány kitart az etnikumközi kapcsolatok hosszú távú fenntarthatóságának megvalósítása mellett. Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke elmondta, meglepte Mihály Tudosszén miniszterelnök goromba reakciója, szerinte minden civilizált európai országban ennek a lemondás az egyetlen lehetséges következménye. Ugyanakkor úgy vélte, a magyar-román kapcsolatok folyamatosan javultak az utóbbi időben, és a felek érdeke, hogy ez így maradjon. Én azt hiszem, hogy az érdekek azok összekényszerítenek bennünket, és nagyon bízom abban, hogy ez a miniszterelnöki megnyilatkozás, ez nem lesz akadály annak, hogy ez a folyamat folytatódjon. De ez a kijelentés, ez sajnálatos módon azt gondolom, hogy arra kell vezesse mind az erdélyi magyarokat, mind bennünket, hogy nagyon határozottan visszautasítsuk. Az RMDSZ ügyvezető elnöke Porcsalmi Bálint szerint Mihály Tudosszé kijelentése nem segíti a román-magyar viszonyt. A jelenlegi kérdés pedig az, hogy mit kezd ezzel a román politikai elit a két ország közötti kapcsolat fényében. Addig, ameddig együttműködés van, párbeszéd van a két ország között, addig nekünk jó. Attól a perctől kezdve, ahol konfliktus van, szembenállás van, annak elsőben mi isszuk meg a levét. A három párt képviselői egyetértettek abban, hogy fontos, hogy egy irányba mozduljanak el a jövőben az erdélyi magyar pártok. Az egyik fontos együttműködési lehetőség a Minority Safe Pack európai polgári kezdeményezés, amelyet valamennyien támogatnak. Elhangzott ugyanakkor, hogy az, hogy Magyarország az erős nemzetek Európája mellett teszi le a garast, hátrányt is jelenthet az erdélyi magyarság számára egy erős román nemzetállam esetén.